A favágó, az öntő, az aratólány és a bokájfestő című szobrok mintegy fél évszázada képezik díszét a székelyudvarhelyi városházatérnek. Nem csoda, hogy mostanra meglátszanak rajtuk az időjárás viszontagságai. A polgármester hivatal úgy döntött, teljesen felújítatja a szoborcsoportot, ezért szállították el a helyszínről. Bálint Attila, a hivatal sajtóreferense híradónknak elmondta, az 1957-ben készült alkotások Zavadszky Walter szobrász művész műhelyébe kerülnek, ahol tisztítás és teljes restaurálás vár rájuk. A tervek szerint május végére teljes pompában víz és fagyáló anyaggal kezelve kerülnek vissza a helyükre a szobrok. Ez idő alatt az egész főtér megszépül. Egyébként az úgynevezett műkőből készült alkotások udvarhelyszék 50-es évekbeli jellegzetes tevékenységeit ábrázolják, mivel akkoriban az erdő, a kerámia készítés, a vasöntés és a mezőgazdaság álltak a gazdasági élet középpontjában. A favágót Orbán Áron készítette, az öntő Verestói Árpád műve, az aratólány Nagy György, a bokájfestő pedig Székely József alkotása.